Az elnökség 7 napi rendet tárgyalt, többek között a tagfelvétellel kapcsolatban, valamint javaslatot tettek kitüntető díj alapítására. Azért tartottam nagyon fontosnak, hogy összehívjam a megyében működő szolgálatokat, mert eljutott arra szintre az Egyesület, hogy képes arra, hogy egy kitüntető díjat alapítson. Szeretnénk a megyében működő szolgálatokat, kiemelten azokat a szolgálatokat elismerni, akik már több évtizede tevékenykednek, illetve kiemelt munkákat végeznek. Ez egy pénzjutalommal járó kitüntetés lenne. A 2023-as pénzügyi mérlegről is döntöttek. E tekintetben az Egyesület 400.061 forinttal kezdte a tavalyi évet, amiben szerepel a 150.000 forint értékű szakmai fórum megtartása. Az informatikai, valamint a működési költségek viselése mellett 874.874 forinttal zárta az esztendőt. Egy nyertes pályázatot is tud magának az Egyesület, ami kifejezetten egy szakmai napnak a megvalósítását finanszírozza, és hát vannak biztató egyéb eredmények. 24-es évben már megtudtuk, hogy az új NEÁS pályázaton 400.000 forint működési támogatáshoz jut az Egyesület, úgyhogy gyakorlatilag a 24-es évünk az már ennek a tudatában jól néz ki. Az Egyesület elfogadta Várdomb, Tunaföldvár, valamint Pörböly falugondonokainak tagfelvételi kérelmét, így a létszám 58 főre emelkedett. Ami még nagyon fontos, hogy ugye a szolgálatok működésében dolgozó falugondonokoknak kötelezően előírt továbbképzések körvonalazódnak. Ugye itt 5 év alatt 60 kreditpontot kell összegyűjtsenek a kollégák, és ezeknek a továbbképzéseknek az ütemezését, a volumenét, az, hogy milyen fajta képzéseket szervezzünk, ezt is ma szeretnénk egyeztetni, illetve ma fogjuk leegyeztetni, és annak tudatában fogunk ezzel kapcsolatban, hát várhatóan szeptember-októberre továbbképzést tartani. Biztonsági alapot kívánnak létrehozni, amely egy likviditási biztosítékként működő tartalék, valamint védelmi szerep betöltésére szolgál abban az esetben, ha valamely falu, illetve tanyagondnok szükséghelyzetbe kerül, vagy szolgálati tevékenysége során egészségkárosodást szenved el. A közgyűlés a napirendi pontokat egyhangulag megszavazta, és az előterjesztéseket elfogadta.